A fehérvári jégcsarnokban híresen finom hotdog kapható, de ha valaki az Neumo elleni mérkőzés előtt sokáig állt sorban érte, könnyen lehet, hogy két gólról is lemaradt a gasztronómiai élvezetért cserébe. Mire lepörgött 44 másodperc a meccsből, már 2-0-ra vezetett a magyar kupa elvesztése után, látható a jó reagáló Hidrofehérvár AV19. Előbb alig több mint 20 másodperc elteltével Nilsson bombázott a kék vonalról a csehek kapujába, és mire a vendégek lereagálták volna a számukra borzalmas kezdést, újabb 22 másodperc elteltével megkapták a másodikat is, Fournier révén, aki Petán kipattanóját lőtte be. Álomrajtot vett a volán, de sejthető volt, hogy azért az Neumónak is lesz szava a meccshez. A negyedik percben jött is a szépítés, egy 2-1 elleni kontra végén Svoboda tette be Kvasznicsa passzát, vagyis élettek a vendégremények. Igaz, továbbra is fölényben volt a hazai csapat, és az első harmad végére vissza is állította a két gólos különbséget, Bartal is szép megoldásának köszönhetően. Ezek után vélhetően a második harmad elejére mindenki igyekezett elfoglalni helyét a lelátón időben, de a gólra ezúttal többet kellett várni. A harmad közepén Campbell lőtt takarásból, és Magosi volt jó helyen a kipattanónál, ezzel már 4-1-re vezetett Kevin Konstantin csapata. Most a játékrész vége lett olyan, mint az első eleje, további két gólt ütött a volán. Előbb Shaw iratkozott fel a gólszerzők közé, Fournier ezúttal asszisztal jeleskedett, majd 4 másodperccel a Dudaszó előtt Atkinson gondolta úgy, lövéssel zárja a harmadot, és ez is utat talált a cseh kapuba. 6-1-re vezetett két parád és harmad után a Fehérvár. A meccs eldőlt, de még a harmadik játékrészben is sikerült találni egy újabb gólszerzőt. Mert bármilyen hihetetlen, Petán gólja, amivel kialakult a 7-1-es végeredmény, azt jelentette, hogy 7 különböző játékos is bevette az Neumo kapuját. Ezzel a volán valamelyest megbékítette a kupadöntő után háborgó szurkolókat, a csehek pedig alig hanem örülnek, hogy ebben az idényben nem jönnek többet Fehérvárra az alapszakaszban, hiszen előbb 5-öt, most pedig 7-et kaptak a Raktár utcában. Nagyon ritka az, amikor az első cserébe gólt lősz, és utána egyből a másodikban, nem tudom, hogy volt-e már ilyen nekem a karrierem során, úgyhogy ez egy nagyon jó alapot adott, ahogy te is mondod a mérkőzésnek, és szerintem nagyon-nagyon jól játszottunk, és nem adtunk nekik helyet és területet, és ez volt a mai győzelem kulcsa. Gyakoroltunk edzésen, megnéztük, ugye tudjuk azt, hogy az Neumo a legerősebb emberelőnnyel rendelkezik a ligában, és legutoljára, amikor ott játszottunk, akkor 6 vagy 7 kiállításunk is volt, és abból majdnem mindegyikből gólt lőttek, úgyhogy megnéztük, hogy mik azok a szituációk, amikor kicsivel több nyomást tudunk rájuk tenni, és nem hagyjuk ezt a nagyon jó emberelőnyt tartani a korongot és gondolkozni, mit csináljanak, mert akkor az fájhat nekünk, de ugye ezt megelőzően fontos, hogy ne legyenek kiállítások, és fegyelem legyen. A volán ezzel a sikerrel meccsdömpingbe kezdett, pénteken a Bolzánót, vasárnap a Klagenfurtot fogadják hazai pályán bartalisék.